Fiatalok családalapítás és gyermekvállalás előtt címmel rendezett kerekasztal beszélgetést a Matthias Corvinus Kollégium Debreceni központja. Szuromi Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország központ ügyvezetője is részt vett az eseményen. Vele beszélgetünk. Ez egy nagyon érdekes rendezvény volt, végre a fiatalokkal tudtunk találkozni és velük beszélgetni. Egy kicsit érdekes is volt olyan szempontból, hogy igazából mi felnőttek, nem is annyira feltétlenül fiatalok voltunk megszólítva abban a kérdésben, hogy vajon a fiatalok mit gondolnak a családalapításról, életkezdésről, párkapcsolatokról. Volt is egy olyan pont, amikor visszaadtam nekik a szót, és pár kérdést feltettem nekik, hiszen ők ott ültek maguk a közönség soraiban. Nagy volt az érdeklődés, tele volt a terem, és igen aktív párbeszéd is alakult ki a végén az őket érintő, tulajdonképpen az élet kapujában, az élet kezdetén, ugye mondjuk is úgy, hogy van egy ilyen kapunyítási pánik manapság a fiatalok között, amikor már önálló lábra kellene állni, de ez valahogy van, amikor nehezen történik meg, és tulajdonképpen ezekről a kérdésekről beszélgettünk. Melyek a fő problémák, amelyeket a fiatalok felvetettek? Ez egy vezetett beszélgetés volt, tehát először nem is az ő kérdéseiket vettük végig, hanem a moderátor kérdéseit, ami tulajdonképpen az köré csoportosult, hogy mi az, ami mostanában foglalkoztatja az életkezdéssel kapcsolatban, a felnőtti válással kapcsolatban a fiatalokat. Székely Levente, az MCC Ifjúság Kutató Intézetének a vezetője kezdte tulajdonképpen a nyilatkozatokat, beszámolt több kutatásukról és annak az eredményéről, és hát ugye ahhoz, hogy valaki boldog legyen az életben, nem árt az, hogyha van egy párkapcsolata, és egyébként kifejezetten erre is fókuszált a párkapcsolatot, gyermekvállást érintő kérdésekre ez a beszélgetés, úgyhogy bele is ugrottunk. Székely Levente elmesélte, hogy a fiataloknak a nagy része a kutatások szerint randevúzott már, tehát 80%-uk már életükben randevúzott. Mégis érdekes, hogy ugyanez a korosztály, ugye a kutatókat 15 és 29 éves korú embereket tekintik fiatalnak, nekik csak a 10%-uk él házasságban, ami egy nagy változás egyébként a korábbi évtizedekhez képest. Eltolódott az élettársi kapcsolatok felé a párkapcsolatoknak a jellege, illetve hát kevesebb is arányában a párkapcsolat, mint a korábbi évtizedekben volt. Bár nagyon érdekes, mert több kutatást is megemlítettek a beszélgető társaim. Ott volt Engler Ágnes is, aki a Debreceni Egyetemnek a tanára, és ő is tanszékvezető is ott, és több kutatást maga is végzett. Mindez ő, mint Székely Levente kutatásai szerint a fiatalok nagyon nagy mértékben házasságpártiak, és arra vágynak, hogy hosszú távon, házasságban, családban, párkapcsolatban éljenek. Ugyanakkor nehézségeik vannak abban, hogy megtalálják az utakat ehhez a párkapcsolathoz. Tehát a fiatalok nagyon szeretnének párkapcsolatban élni, de nehézséget okoz számukra az, hogy találják az utakat a párkapcsolatokhoz, és kicsit bontolgattuk azt is, hogy mi lehet ennek a hátterében. Egyébként én azt találtam a saját környezetemben, illetve a saját magam tapasztalatai által, amit a fiatalokkal való beszélgetéseim, illetve különböző cikkek, kutatások olvasása hozott, hogy örvendetes az, hogy egyre inkább egy komoly, stabil, hosszú távú párkapcsolatokra vágynak a fiatalok, tehát még az én szüleim korosztályban nem volt az kivétel, hogy a 20-as éveiben mindenki házasságot kötött, de nem feltétlenül gondolta azt, hogy egy életre szóló házasság lesz, aki mellette volt, azzal összeházasodott és gyermekeket vállalt, mert ez volt az életrendje, és ma már a fiatalok sokkal inkább megalapozottabb döntésként néznek az én tapasztalataim szerint a házasságkötésre, emiatt viszont nehezebben is választanak, és nehezebben is jutnak el arra a döntésre, hogy most aztán már tényleg végleg összekötik az életüket valakivel, tehát ez jó is, meg rossz is, rossz, mert kitolódik, és nehezen találják meg a boldogságot, jó, mert kevesebb rossz párkapcsolatba futnak bele, ami nagyon romboló hatású, és igazából ezt a jelenlévő fiatalok tapasztalata is némiképpen alátámasztotta, tehát hasonló visszajelzéseket kaptunk tőlük. Kevesen voltak még az ott jelenlévők között is, akik úgy érezték, hogy révbe futottak, és megtalálták azt a társat, akivel az egész életüket el tudják képzelni. Melyek azok a családtámogatási programok, amelyekre számíthatnak a fiatalok?
Amikor arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi segít a fiataloknak abban, hogy tényleg biztos legyen a jövőképük, és ezért vállalják a gyermekeket, akkor az anyagi biztonság, a biztos otthon az egy relatíven magas értéket képvisel ezen a skálán. Nem véletlen, hogy a családtámogatási formák közül nagyon sok az otthonteremtésre, a gyermeknevelés mellett az otthonteremtésre koncentrál. Ezek minden bizonnyal nagyon fontosak a fiatalok számára is. Ugyanakkor arra a megoldásra, vagy arra a válaszra is eljutottunk, hogy a legesleg alapvetőbb az valahol a párkapcsolat megtalálása, és abban viszont azért az állam nem annyira tud segíteni, abban nem annyira tud beavatkozni. Tehát egy általános társadalmi közeg és szemlélet az, amely támogató a párkapcsolatokra nézve, illetve a fiatalok párkeresésre vonatkozóan, ami sokkal jobban tudná segíteni nekik. Esetleg egy kicsit a párkapcsolatok csereszavatosságának a felülírása. Ugye ez egy közhely, de mégis igaz, hogy ha megveszünk egy turmixgépet, manapság elromlik, eszünkbe nem jut, hogy meggyógyítsuk, vagy megjavítassuk, és ez bizony kihat a gondolkodásunkra. Sajnos a párkapcsolatokban is egyre kevésbé látjuk azt, hogy ami működik, és egy idő után mégsem annyira jól működik, arra koncentráljuk, hogy helyrehozzuk, és ne pedig eldobjuk, és egy újat találjunk. Ez egy nagyon fontos dolog lenne a fiatalok számára. Valahogy a stabil párkapcsolataikat ki tudják alakítani, mert szerencsére az anyagi biztonságban azért jobban lehet állami segítséggel közrehatni, de az ilyen érzelmi kérdésekben azért nehezen tud, és szerencsére nem is akar annyira beavatkozni az állam. Tehát a segítségnyújtás minden tekintetben fontos. Így van. És hogyha már itt tartunk, nagyon fontos az, hogy a fiatalok, és különösen a nők azt érezzék, hogy attól, hogy megszületik egy gyermekük, nem fog az életük olyan módon megváltozni, hogy biztosan találnak a régi önmagukhoz. Én még mindig azt szoktam mondani, hogy végérvényesen megváltozik, de olyan jó irányba, amit el sem tudunk képzelni. Én a saját 4 gyerekemmel kapcsolatban ezt a tapasztalatot tudom megosztani. És itt nagyon fontos az, hogy egy támogató jó munkahelyük legyen. A Családbarát Magyarország Központ 4 éve működteti a Családbarát Hely Tanúsító Védjegy programját, amivel éppen azoknak a munkahelyeknek a erőfeszítéseit ismerjük el, és segítjük egy tanúsítvánnyal a társadalom számára láthatóvá tenni, akik mindent megtesznek azért, hogy minél inkább családbarát legyen náluk a környezet. És most pedig nem olyan régen, nagyjából 2 hete kiosztottunk 13 szervezet számára egy elismerést, egy díjat, az a neve, hogy kiemelkedően családbarát helydíj. Olyan szervezetek kaphatták meg, akik mind a többi védjegyjogosult, mind pedig más szervezetek számára kiemelkedő példát mutatnak a családbarátság terén. A kiemelkedően családbarát hely díjat az idejében 13 szervezet kaphatta meg. Voltak olyanok, akik az 1000 munkavállaló feletti kategóriában, itt 4 szervezet volt, a 100 és 1000 munkavállaló közötti kategóriában volt 3 szervezet, a 100 munkavállaló alatti kategóriában 3 szervezet, és 3 fontos partnerszervezetünkkel együtt is adtunk át egy-egy díjat. Szuromi Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője nyilatkozott.